Mi is ez az online rajztanfolyam? Ennek az online rajztanfolyamnak a segítségével egészen a kezdőtől a profi szintig tudsz eljutni 12 lépésen, 12 modulon keresztül. Megnéztük, hogyha mindazt a tudást, amit ez az online rajztanfolyam tartalmaz, tantermi tanfolyamon, tantermi keretek között szeretnéd megtanulni, akkor 15 napot lenne szükséges együtt töltenünk. Ez nem kevés szám. Mutatom, hogy miből áll ez az online rajztanfolyam. Az első modul a jobb agyféltek és rajzolás elméletéről szól. A második modulban rávezető gyakorlatokat találsz ahhoz, hogy megtanuljál valósághűen rajzolni, a harmadik modulban pedig állatportrékon és tájképi elemeken keresztül gyakorolhatod a realisztikus rajzolást. A negyedik modul az, amikor elkészítjük életünk első portréját referenciafotó alapján. Minden portrérajznak megvan a maga kihívása, az egyik ilyen kihívás a szemrajzolás, éppen ezért az ötödik modulban kizárólag csak a szemrajzolásról lesz szó, illetve a másik kihívás a hajrajzolás, éppen ezért a hatodik modulban a hajrajzokról lesz szó. Hogyha az első hat modult elsajátítod, akkor lényegében már egy nagyon jó szinten fogsz tudni referenciafotó alapján rajzolni. Ha szeretnéd még tovább fejleszteni a tudásodat, akkor ajánljuk, hogy tanuld meg a nagyításnak a három különböző technikáját, mert ehhez már egy olyan látásmódra van szükség, ami elvezet majd oda, hogy valóban megtanulj rajzolni, és ne csak referenciafotó alapján másolni. A nyolcadik modulban 5 különböző árnyékolási technikát fogsz megismerni. Az első három, a satírozás, a vonalkázás és az elmosás az, amit portrérajzolás során a bőrtónusok kialakítására is lehet használni. Éppen ezért itt már megtanulsz különböző stílusú portrérajzokat készíteni. A frottás és a bevésés technikáját általában tárgyak, csendéletek rajzolása során szoktuk használni. A 9. modulban már túljutunk a grafitceruzás rajzokon, elkezdünk szénceruzával, illetve fekete lapra fehér ceruzával rajzolni, mivel nagyon gyönyörű látványos képeket lehet készíteni. A 10. modulban pedig a háromszín technikával fogunk foglalkozni, a fekete-fehér színek mellé behozunk egy harmadikat, ezt a vöröses-barna árnyalatot, mivel már olyan képeket tudunk készíteni, mintha színes lenne, de még nincs szükség arra, hogy megtanuld a színelméletet és a színkeverést. A 11. és a 12. modul az, amikor már teljes mértékben elhagyjuk a referenciafotót, és kizárólag valós modell alapján rajzolunk, először még csendéleteket, aztán a 12. modulban már megtanulsz portrét rajzolni úgy, hogy a modell ott ül előtted. Nézd meg, hogy tanítványaink milyen fantasztikus rajzokat készítettek ennek az online tananyagnak a segítségével. Nincs más hátra, várunk téged is a képernyő előtt szeretettel, válassz a csomagjaink közül.